következő videóban a zeneoktatás fontosságáról, hatásairól, valamint a magyar zenekultúráról fogunk beszélni a 2018-as Virtuózok abszolút győztesén Beke Márkon és két volt zenetanárán keresztül. Márkot már kiskorában érdekelte a zene és a hangszerek, tanárai szerint tehetsége is volt hozzá. Én általános iskolában kezdtem el a zenét, egyébként Jámborné Márkus Emőke tanárnő, aki az akkori énektanárom volt, ő fedezte föl a hangomat, és egyébként szólt anyukámnak, és ő, anyukám is már egyébként korábban is már olyból is mondták neki, hogy jó hangom van, mert lehet, hogy lesz a gyereknek érzék a zenéhez. Márkot Kuna Lajos, az M. Bodompál zeneiskola tanára fedezte fel, még alsó tagozatos korában. Elmondása szerint megvolt a fiú fizikuma a fúvós hangszerekhez, ezért először egy trombitát adott a kezébe, ami akkoriban megzabolázni látszott az iskolában sokat rosszalkodó gyereket. Bár tehetsége megvolt, gyakorolni nehezen ült le, ezért első versenyén egy ponttal csúszott le az országos döntőről. És azt mondta, hogy tanár úr, én most akkor nagyon gyakorlok, és akkor a következőt, de fölkészülök, és megnyerem. Na mondom, ez már jelent valamit, mert megjelent egy erős akarat. Egyetlen problémát az jelentette, hogy országos trombita versenyt 3 év múlva rendeztek. Eljött a hangszerváltás ideje. Kipróbálta a tenorkürtöt, de 2 hét után ráunt. És akkor beadtam a horgot, idézőjelbe, hogy hát nekem még van egy utolsó ajánlatom, de ez nem neked való. Hát ez nagyon nehéz. Ez szinte lehetetlen, ez a legnehezebb rész, hangszer, különben is oda gyakorolni kell, minden nap itt kéne lenned, minden nap kellene hallanod, hogy gyakorolsz, mert egy néhány hónap alatt nem lehet ezen a hangszeren megtanulni, úgyhogy megnyerd a verset. Mikor már fölcsigázta a fiút, akkor bökte ki. Ez a harsona. A harsona azért nehéz hangszer, mert nincsenek fix hangok. Csupán egy tolóka áll az ember segítségére, ha tisztán akar játszani. És akkor kezet fogtuk, és azt mondta, hogy megcsinálom talán. Ennek a készfogásnak és az azt követő gyakorlásnak köszönhetően Márk megnyerte az első korcsoportot. Jámbor Zsolt, akkori kórusvezetője, így emlékezett vissza azokra az időkre. Márk azért, mint minden fiatal, azért el tudott volna csúszni. És nagyon jó, hogy van egy Kuna Lajos, aki ebben egy zseniális, aki kézbe tartja a dolgot, de mindig tudtuk mi is, meg közös beszélgetéseinken, hogyha két oldalról fogjuk, harmadik oldala, ugye a család, akkor nem csúszhat el. A fiatal zenész életének 3 stabil pillére és a zene iránti szeretete egészen a Virtuózok döntőjéig repítette, amit szintén megnyert. Miután a 3 kategória, a kicsik, a tinik és a nagyok első helyezettjei is megmérettették magukat, ismét Márkot választották. Így lett a 2018-as Virtuózok abszolút nyertese. Igazából semmi cél nem volt. Elindultunk, és akkor majd lesz valami. Szó szerint tényleg ez volt. Úgy volt, hogy vaciláltunk tanár úrral, én is nagyon sokat vaciláltam, mert tudtam, hogy egy olyan dologba fogok belekezdeni, ahol egyrészt nem lehet hibázni, mert ugye tévés, és mindent rögzítenek, és az örök életre meg fog maradni. Márk furcsának találja, hogy még mindig a Virtuózokkal azonosítják be. Úgy gondolja, lélekben ugyanolyan maradt, szakmailag pedig nem szabad megállni. Ennek ellenére nagyon hálás a műsornak, és azért, amit kapott tőle. Rengeteg kapcsolatot egyébként, szakmai kapcsolatot is, és baráti kapcsolatot is, rengeteg élményt. Nagyjából ennyit, ami egyébként nem egy elhanyagolható dolog, szóval ezek mind ilyen fontos dolgok. Azóta hátrahagyta Magyarországot. Így nem Budapesten, hanem az Amsterdami Művészeti Egyetemen tanul, klasszikus zenei harsona szakon. Itt kevés az ismerős arc, és a hazai kultúra ápolására sem tud annyi időt fordítani. Amit amennyire nem is bánok egyébként, ez nagyon durva mondat lesz, vagy nem tudom, pedig én szeretem a magyar kultúrát. Van pár magyar egyébként az iskolában, akikkel összeszoktunk tudni magyarkodni, de az annyiból áll, hogy csak beszélgetünk. Azt is elmondta, ha lesz gyereke szülessen akárhol, biztosan magyarnak fogja nevelni. Most úgy érzi, más dolga van, új kultúrákat kell megismernie, hogy egy hosszú vándorút után visszatérhessen a magyar zenei élet krémjébe. A klasszikus zenei harsona diplomát szeretnék szerezni, és hát valószínűleg egy szimfonikus zenekarban elhelyezkedni, akár egyetemi tanár lenni. De én egyébként a könnyű zene felé is hajlok, meg az elektronikus zene felé is hajlok, szóval
mindenképpen zenész szeretnék lenni, és egy ilyen multifunkció zenész. Márk útját a zene világában már látjuk. Azt viszont még nem értjük, hogy egy átlagembernek mi haszna van a zeneoktatásból. Ehhez viszont az alapokig kell visszamennünk. Kecskemétet, ahol ő is tanult, egy szomorkás őszi napon látogattuk meg. De még a szemerkélő esőben is könnyen rájöhettünk, miért hívják a szecesszió városának. A központ épületein, a Cifrapalotán és a Kecskeméti Református Gimnáziumon színes cserepek, kacskaringós formák követik egymást, amik még az éjszaka sötétjéből is kiemelik őket. Ott tanít Jámbor Zsolt is, aki nem csak énektanár és kórusvezető, hanem a Kodály Társaság kecskeméti tagozatának elnöke, ezért nagy szerepe van az állami iskolák zeneoktatásában. Azért alakult meg jó néhány évtizeddel ezelőtt, hogy Kodály hagyatékát ébren tartsa, ápolja, és láthatóvá tegye. Elmondása szerint Kodály ma népszerűbb külföldön, mint Magyarországon. Arról is beszélt, milyen nehéz egy órában tanítani az éneket. A viszontagságok ellenére elhivatott, hogy a nemzenei iskolába járó diákokkal is megszerettesse a muzsikát. Egyfajta muzsikálásra mindenkinek szüksége van. Nem azért, mert ez ilyen szép szólam, hanem egyszerűen azért, mert az agyi tevékenységek, a kreativitás, a tanulásnak a segítése, az bármennyire is hihetetlen, nem azon múlik, hogy mennyit tanulunk, hanem hogy a tanulás mellett milyen plusz tevékenységeket végzünk. Kuna Lajos is így gondolja, aki az állami zeneiskolában tanít. Itt a gyerekek délutánonként tanulhatnak hangszereken játszani, de az intézmény részfúvós tanára szerint ennél sokkal többet kapnak. Egy olyan magabiztosságot tudok sok esetben kialakítani a tanítványban, amit nem, az életben nem biztos, hogy megkap. És ezáltal sokkal stabilabban áll az életben. Tehát a zeneoktatás nem csak a zenészek életében tölthet be nagy szerepet, mégsem olyan közkedvelt, mint azt a szakemberek szeretnék. Bár a virtuózok megítélésében különböző véleményen voltak, abban egyetértettek, kulcsfontosságú, a komoly zene népszerűsítésében. Fú, beletenyereltél most. Hát igen, ez egy nagy kérdés. Én is gondolkozom rajta. Ez egy nagyon jó kérdés, itt vannak viták. Különösen az elején nagyon megosztó volt a zenész, a zenetanár társadalom. Viccet félretéve, a kérdés tényleg megosztja a szakmát, és heves vitákat válthat ki a két oldal között. Egy kevésbé heves eszmecserét a következőkben tálalunk. A Kecskeméti Református Gimnázium énektanára úgy gondolja, a műsor remek bemutatkozási lehetőség, jó reklám, de semmi több. Elképzelése szerint, akit felkap a tévés közönség, az nem állhat meg. Gyakorolni kell. Itt napi 5-6 órát kell gyakorolni. Abban meg nem fér bele, hogy minden héten koncertje legyen valakinek. Mert előbb-utóbb az megszűnik tehetségnek lenni. Csak vagy megmaradt tehetségnek, és sosem lesz befutott nagy művész. Bár Kuna Lajossal jó barátok, ebben a kérdésben nem teljesen értenek egyet. A részfúvós tanár úgy gondolja, a zeneoktatás a zeneiskolákon keresztül működik, de nem elegendő. A reklám pedig nagyon fontos, mert nagyon sok kisgyerek, nem lehet tudni, hogy mi fogja meg. Lehet, nagyon sok kisgyerek azért jött, mert hogy látta, hallotta. Azt is megtudtuk tőle, Márk győzelme után sok fiatal jelentkezett harsonázást tanulni. A virtuózok megmutatta azt, hogy vannak igazán értékek, vannak olyan fiatalok, akik ezért tényleg éveken keresztül dolgoznak, tényleg éveken keresztül gyakorolnak, és tényleg értéket tesznek le az asztalra. De nem csak a virtuózokkal csalogatják a fiatalokat. Pár évvel ezelőtt egy trónokharcás flashmobban játszották el az ikonikus főcímdalt a helyi bevásárlóközpontban. Ez olyan jól sikerült, hogy a tévében is láthattuk. Ám az elitképzés nem csak a tanárok minőségétől és a pénztől függ, hanem attól, hogy... Születni tudni kell.
Ez most nagyon durvának hangzik. De közel sem annyira, mint az, hogy... Én tudok mondani most 20 olyan művészt, aki ha Magyarországon tanítana, és magyar művészt Magyarországon tanítana, a Zeneakadémia ma a világ legjobbja lenne. Mégsem Magyarországon tanítanak, mert a gazdagabb országok tanári fizetése vonzóbb a tehetségek számára. Ám nem csak a népvándorlással sújtja a szegényebb nemzeteket a pénzhiány. Jámbor Zsolt szerint a magyar és nem magyar zene túl populáris, mert kevesen támogatják a minőségi zenét. Szoktam mondani a gyerekeknek, hogy Bécsben több száz zeneszerző élt. Mi csak hármat tanítunk. Mi már, itt már megtörtént az a természetes kiválasztódás, ami a legjobbakat kiemeli. Bár a magyar zenei elit egy része külföldön alkot, a rendszerváltás után túl sok zeneiskolát zártak be, valamint az itthon játszott és a közemberek által ismert dallamok nem hazaiak, a két zenetanár szerint beszélhetünk még magyar zenekultúráról. Kuna Lajos úgy gondolja, ezt a kérdéskört az oktatás felől kell megközelítenünk. Ez hungarikum. Ilyen, ennyi zeneiskola népességre leosztva a világon nincs. Ilyen magas szintű, alapfokú oktatás zenéjére, szolfésre, összhangzattal világon nincs. Jámbor Zsolt az egyén fontosságát hangsúlyozta. Beethoven tanítványa Cserny. Cserny tanítványa Liszt Ferenc. Most akkor Liszt Ferenc tanítványa Tomán István. Tomán István tanítványa Bartók Béla. És Bartóktól meg elsorolhatnám Kocsis Zoltánig. Ez magyar? Hát persze, hogy magyar. Hát hogy ne lenne? Hát attól magyar, ahogy megszólal. Szerinte meg kell találnunk helyünket a zenekultúrában. Megismerkednünk saját hagyományainkkal, más országok hagyományaival, hogy kompromisszumot és szövetséget kötve köztük öregbítsük tovább Magyarország nevét.